Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Erdei Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet vezető elemzője. Szép jó reggelt! Jó reggelt! Új frizura, akkor biztos van új felmérés is. Igen, valóban végeztünk. Ugye elindult a politikai ősz. Nem most, egy-két héttel ezelőtt. Csipke Rózsika álmából a politikusok fölébredtek. Nem, mintha olyan nagyon sokat aludtak volna, leszámítva az ellenzékieket, ők azért túl sok mindent nem csináltak a nyáron. De valóban elindult a politikai ősz, és ennek okán felmérték a párt preferenciákat. És ugye azt látjuk, hogy azért olyan nagyon nagy változások nincsenek. Tehát, hogy továbbra is a Fidesz vezeti a pártok közötti listát, ugye arra a kérdésre, hogy kire szavazna egy most vasárnap tartott választáson. Amit látunk változást, hogy anélkül, hogy el akarnám veszélyteni a kedves nézőket a magszavazó, peremszavazó, gyűrűszavazó Bermuda háromszögben, azért mégiscsak vannak a pártokhoz, adott esetben ugye a Fideszhez lazábban kapcsolódó választópolgárok, és az ő esetükben már nem ennyire egyértelmű a párt hovatartozás, mint amennyire volt néhány hónappal ezelőtt. Tehát ugye 51%-on áll a Fidesz, de van ebben 5%-nyi olyan szavazó, aki azt mondja, hogy feltehetőleg a Fideszre szavazna, de nem biztos, hogy a Fideszre szavazna. Mit kell tennie a Fidesznek ahhoz, hogy ezt az 5%-ot megtartsa? Hát ugye alapvetően a... Ez egy leendő jövő 5%, vagy ez egy éppen kérdőjeles távozóban lévő? Azt nem állítanám, hogy távozóban lévő, de kérdőjeles 5%. Tehát hogy azt azért látni kell, hogy vannak olyan a kormánytól részben azért független minket körülvevő dolgok, amik befolyással vannak Magyarországra, a magyar gazdaságra, ilyen a háború kérdése tőlünk keletebbre, ilyen az uniós források kérdése tőlünk nyugatabbra, amelyek azért hatással vannak arra, hogy milyen az Európai Unió és az Egyesült Államok egymás közötti viszonya, amik azért hatással vannak erőteljesen a magyar gazdaságra, és nyilván azért sok választópolgár, nem csak Magyarországon, hanem úgy általában, De hogyha már azt mondja, hogy a politika is egymással viszonya van, akkor az Amerikai Egyesült Államok önmagára is viszony van, mert azért nem minden nap indul impeachment éppen beosztásban lévő amerikai elnök ellen. Valóban, de azért azt itt több dolgot érdemes hozzátenni. Az egyik az, hogy az Egyesült Államok idővonala, ha úgy tetszik, az rettenetesen felgyorsult. Tehát, hogy az első és a második impeachment között eltelt 100 év. A második és a harmadik között nem egész 30. És akkor most gyakorlatilag a 21. századra eljutottunk odáig, hogy két egymást követő elnök ellen is eljárást indítanak, ugye Trump ellen kettőt is, Joe Biden ellen most az elsőt, de hogy azért ők is felgyorsultak, és ennek nagyon pártpolitikai szaga van, tehát mondjuk... Szóval az események nem az elnökök, mert az elnököt nem láttam, hogy felgyorsultak. Ők nem gyorsultak fel, sőt, tehát mondjuk Andrew Johnson esetében volt egy kétpárti megegyezés arról, hogy... nem jó az, hogy az elnök sorra megvétózza a szenátusnak az összes döntését. Biden esetében, meg Trump esetében azt látjuk, hogy egyértelműen pártvonalak mentén indulnak el ezek az impeachment eljárások, és a Biden elleni esetében azt is látni kell, hogy ez egy kampány tematika. Tehát, hogy van egy minimális 9 fős többsége a republikánusoknak a képviselőházban, de ugye több centrista republikánus bejelentette, hogy nem, ők ezt nem fogják megszavazni. Néhányan ugyan azt mondták, hogy nyitottak az eljárásra, de az eljárásra nyitottak, tehát nem a megszavazására. És még hogyha valami csoda folytán túl is jut a képviselőházon az impeachment, a szenátusban a de facto demokrata többség van. Tehát, hogy az esélytelen, hogy eljusson. Akkor azt esélyes nekem megmagyarázni, hogy mégis akkor az elnök asszony mi jelentette be, hogy hello, én itt vagyok, és ha kell, akkor azonnal át tudom venni a dolgokat. Hát amiért minden alelnök elvállalja az alelnökséget egy általában vesztes előválasztás után, mert abban reménykedik, hogy akár 4, akár legrosszabb esetben 8 év után ő elnök lehet. Az más kérdés, hogy Kamala Harris esetében ezek az álmok vagy vágyak, ezek nem találkoznak a közvéleménynek a nézeteivel vagy elképzeléseivel. Tehát Kamala Harris olyan radikális dolgokat támogat, amik mondjuk New Yorkon és Kalifornián kívül nagyjából eladhatatlanok. Tehát persze, ő szeretne elnök lenni, hát minden alá szeretne. De ezt még senki nem mondta meg neki? Szerintem többen megmondták neki, de azért
olvasni lehet olyan összefoglalókat, cikkeket, beszámolókat, amiből azt lehet leszűrni, hogy ő nem az a fajta személyiség. Volt már kaliforniai ügyészként sem, de most sem, aki komolyan veszi azt, hogyha olyat mondanak neki, ami az ő világképében nem illik bele. Tehát nekem meggyőződésem, hogy ő tényleg azt gondolja, hogyha Joe Bidennel a holnapi napon mondjuk történne valami, akkor ő azonnal át tudja venni a dolgokat. Következő választásokig nyilván át tudná, de azért egy Kamala Harrisből nem lehet elnököt csinálni. Egy elnöknek a kisugárzása, az egészségi állapota, a megjelenése mennyire befolyásolhatja napjainkban a közvéleményt? Tehát ott voltunk ezen a G20-on, láttuk, hogy elég nyögvenyelően mentek a dolgok, és elnök úr azért nem volt ereje teljébe, tehát így kénytelen voltam nem is elhinni azt, amit mond. Tehát inkább egy ilyen kontraproduktív dolognak gondoltam, hogy így akarták gyorsan lereagálni azt, hogy a kínaiak mintha előbbre lennének valaminek a rendezésében. Az egészségügyi állapota az nagyon erősen befolyásolja szerintem a közvélemény, sokkal inkább, mint a kora. Hát azért azt nézzük meg, hogy Joe Biden és Donald Trump között nincs akkora korkülönbség, és mégis teljesen más a két férfinak a mentális állapota, teljesen más, hogy lépnek fel adott esetben mondjuk egy kampányrendezvényen, egy kampányeseményen. Azért, hogyha megnézzük mondjuk, hogy hogyan reagál Biden egy kérdésre, meg hogyan reagál Trump egy kérdésre, hát nem mondanák meg, hogy nincs 5 év közöttük. De azt azért látni kell, hogy ez azért mesterségesen fel is van erősítve. Tehát nyilván a republikánusok minden csetlését, botlását Bidennek felnagyítják. Nem véletlenül, hát az vesse rájuk az első követ, aki ártatlan, tehát minden kampánystratéga ezt csinálna. Nem csak Amerikában, mindenhol a fejlett. Jó, de hát én sem vagyok vak, hála Istennek, és látom, ahogy olvassa, látom, ahogy éppen meg akarja találni, hogy hol is tart. Ez egy hálás téma a republikánusoknak, mert hogy Biden tesz azért, hogy legyen mit felnagyítani. És azért az se véletlen, hogy a demokraták megigyekeznek teljesen másról beszélni, és elterelni a figyelmet. De könyörgöm, én a lényegről beszélek. A G20-ak találkozó az megpróbált valamit kompenzálni, vagy rosszul látom? Hát nyilván megpróbált valamit kompenzálni, ugye belpolitikailag, hogy mondjam, most egy nagyon nehéz helyzetben van, és igyekszik egyébként demokrata elnöktől eltérő módon egy sokkal erősebb külpolitikát csinálni. Tehát, hogy azt szokták ugye mondani nagyon sokszor, hogy mondjuk a nemzetbiztonsági kérdésekben, és azért Kína az egy nemzetbiztonsági kérdés az Egyesült Államoknak, a republikánus elnökök általában erősebben szoktak fellépni, és a demokrata elnökök, ők pedig ilyen inkább a belföldi szociális vívmányokban szoktak fellépni. Nyilván a külpolitikára is vannak jelentős hatás, azért tudunk olyan amerikai elnököket, demokratákat, akik jelentős hatással voltak a külpolitikára, de azt látjuk, hogy azok az intézkedések, amiket a Biden adminisztráció alatt bevezettek, azok belpolitikailag, azoknak egy része vagy nem működik, vagy el sem jutott addig, hogy egyáltalán működhessen. Tehát nyilván egy külpolitikai vonalon is el kell indulni az elnöknek. Az megint egy más kérdés, hogy a választókat általában nem szokta érdekelni, hogy mi történik a G20-on. Hát de a G20-on a győztes szerintem India lett, minthogyha az ő kegyeikért táncoltak volna, hogy akkor most ő kiket fog választani, a kínaiakat vagy az amerikaiakat. És az is nagyon érdekes, hogyha megnézzük, hogy talán mi vagyunk az egyetlenek, aki a kínai selyemútban még benne vagyunk. És Európából, igen. Európából. És most látni azt, ami számomra megdöbbentő volt, hogy az Európai Bizottság elnökasszonya hogy korteskedett az új amerikai tervvel, ami tulajdonképpen Indiát, a Közel-Keletet, Szabúd-Arabiát, Izraelt eljuttatja Európába. Tehát tulajdonképpen ez egy gazdasági ilyen világbéketerv. Igen, csak itt van egy jelentős különbség abban, amit mondjuk az Egyesült Államok elképzel. Amit von der Leyen asszony elképzel, az nagyon közel áll ahhoz, amit az amerikaiak elképzelnek, csak éppen elfelejtik azt, hogy a világ összezsugorodott. Tehát Kína nélkül, Kína kizárásával nem lehet világgazdaságot építeni. Én értem, hogy von der Leyen nem arról beszélt a szavak szintjén, hogy akkor Kínát pöcköljük ki a világgazdaságból, hanem azt mondta, hogy csökkentsük a kockázatokat, de ez valójában azt jelenti, hogy ők egy erősebb Kína elleni fellépést szeretnének. De Kína saját szabályai szerint játszik. Igen, de ez az egész terv rengeteg pénzre kerül,
És nem mondták meg, hogy de ki fogja fedni, ki fogja fizetni ezt, a szaudarábiaiak? Nem az amerikai adófizetők, vagy kik? Nem mondták ki, hogy ki fogja fizetni, de szerintem azért egyikünk se lepődne meg azon, hogyha mondjuk holnap bejelentenék azt, hogy akkor egy újabb közös európai hitelfelvétel a fedezete ennek. Tehát, hogy azért azt látni kell, hallani. Azt látni kell, hogy azért elindult az Európai Unió vezetősége egy olyan globalizáció felé még inkább vezető úton, ami egyrészt létrehoz nagy adósságközösséget, tehát abból azért marha nehéz kilépni. Másrészt pedig korlátozná a nemzeteknek különböző jogait. Mert hogy ugye a nemzetek, az Európai Uniónak az országai lemondtak a szuverenitások egy részéről az Európai Unió javára, vagy közösen gyakorolják ezt, ez teljesen rendben van. De az, hogy amikor már az Európai Unió akarja felülről korlátozni a tagállamoknak bizonyos jogait, az már kevésbé van rendjén. És itt van egy nagyon nagy szembenállás mondjuk a föderalisták és a szuverenisták között, hogy ki hogyan képzeli el az Európai Uniónak a jövőjét. Ugye Brüsszelben nagyon sokan úgy képzelik el, hogy van egy kvázi szövetségi kormány, ilyen gyakorlatilag Washington mintájára építenék fel az egész szervezetet. A tagállamok közül meg nagyon sokban úgy képzelik, hogy na-na, mi nem szeretnénk az Amerikai Egyesült Államok lenni, meg Európai Egyesült Államok se, mi nem szövetségi államot akarunk, hanem államszövetséget akarunk. És egy nagyon fontos fordulópont lesz ebben a kérdésben, mondjuk az európai parlamenti választás, tehát hogy hogyan alakulnak a pártviszonyok, hogyan alakulnak az erőviszonyok az Európai Parlamentben, és ezzel nyilvánvalóan von der Leyen asszony is tisztában van. Mielőbb várjuk vissza, hogy innét folytassuk, most viszont következik kora hajnalban rögzítettem dr. Szatmári Péter, a Milton Friedman Egyetem rektor helyettese. Nagyon sok témában, nagyon sok témát említettünk, és utána ma az utolsó vendégünk Csintalan Sándor lesz. Ez a mai kínálatunk, téged mielőbb visszavárunk. Köszönöm. Tovább.